Világos kék fölsőben és fehér nadrágban látjuk majd a fehérváriakat, tiszta pirosban pedig a Debrecen. Ahogy a Kondás elemér elmondta, függetlenül a tét nagyságától és attól, hogy ez most már egy elődöntő mérkőzés, nem változtatott a koncepción. Mindez azt jelenti, hogy éppen hogy vannak olyan futballistái most a kezdő csapatban, akik ott voltak Pakson is a kezdőben, vagy akik egyáltalán pályára léptek. Nildó felé jön a labda, Nildó gól! Két debreceni között tökéletes ütemben ugrott, és nagyszerűen bólintott rá a labdára. A hatodik percben vezet a videótól. Arturo Álvarez beállt a védőjének, és jön lövőhelyzetig, 2-0! Csak 3 percet kellett várni az újabb fehérvári góra. Álvarez hagyták, hogy átvegye a labdát, és utána már a bal lába felé tudta igazítani, ami sok jót, egyetlen ellenfél számára sem jelent, főleg a 16-oson belül, és ezzel szabályosan állva hagyta a videóton a DVSC Tevád. 21. perc, Nildó remek lövése, és itt az első védés Svertfesz Istvántól. A két kapott gól után erre most maga biztosan odaért. Itt Volász helyzete, és lepatta Viníciusról, aki az utolsó pillanatban lépett bele. És így csak szöglet. Ebből most akár el is indulhatna a videóton, és el is indul Nildó most már Dombi mögött. Ja, ide rosszul jött ki a kapus, aztán mégiscsak ő szólja tovább a labdát. Mondom én, a játékvezető azonban 11-est ad, és sárga lapot Verpesznek. Verpesz nem nagyon vitatkozik, ami azt támasztja alá, támaszthatja alá, hogy jó ítélet született. Álvaro Brácsi a labda mögött. Jó 11-es. Erővel pont a másik irányba, mint ahová a kapus várta volna. 3-0 a videótonnak. 42. perc. Kovács egy gyönyörű labdát adott. Mellé Spitzmüller. De a meccs egyik legszebb megmozdulását láttuk ezzel a debreceni támadással itt a 3. percben. ...68. perc, Spitzmüller, nagyszerű szabadrúgás, Ferencibe középre, és ott a gól! Ludánszki testéről pattam be, 1-3. Egyel korábban is volt már egy gyorsan elvégzett szabadrúgás, amikor Tisza megpróbálta Ferencit játékba hozni, de akkor figyelt a videóton. Nildó kilép közben, gólhelyzet, Nildó elgurítja, és ezzel 4-1 a videótonnak. Rendkívül lüktető volt a játék, és benne volt, hogy ebben a szakaszában a meccsnek majd születik egy gól, hiszen egy picit lazábbak lettek a középpályák mind a két oldalon. Kovács Oliveirát indítja el, Oliveira pedig megcsinálta a kis kört, hogy ne legyen lesen. Oliveira, és belövi. 5-1. Ha lett volna kérdés azzal kapcsolatban, hogy melyik csapat kerül majd be a labdarúgó ligakupa döntőjébe, akkor most már azt hiszem kevesen gondolják úgy, ha egyáltalán van valaki, hogy a Debrecennek majd a fehérvári visszavágón erre lesz esélye. Ugye Nildó ballábas, és Juhász megint a legtávolabbi ember, és most tör majd befelé a 11-es pont felé, és ő is fejel, nem is volt rossz. Az idei első ligakupa elődöntőben tehát DVSC Teva videóton 1-5